hónapban vagy közel fél évben ezekkel a feltételekkel teljesíthető lenne. Illés államtitkár úr próbálta itt érzékeltetni az előbb, hogy több ezer szerződésről van szó, csak ami a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő révén köttetett meg, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél felelhető, és ezeknek csak a környezetvédelmi aspektusainak az áttanulmányozása is nyilván több hónapot, vagy akár egy évet is igénybe fog venni. Ami a másik észrevételem volt a javaslattal kapcsolatban, az a hármas ponthoz kapcsolódik. Ugye azt mondja, hogy az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy abban az esetben, ha a vizsgálatok eredményei indokolják, terjesszen be a törvényjavaslatot arra vonatkozóan, hogy a jelenleginél szigorúbb előírásokat állapítson meg a privatizációs szerződések esetén. A kérdésem az, hogy miért kell megvárni a vizsgálatok eredményét. Miért van szükség arra, hogy a vizsgálatok bármit is megállapítsanak? Egyértelműen látszik, látható a kolontári katasztrófa, vagy más egyéb példákon is, hogy szükség van egy ilyen törvényjavaslatra. Én azt gondolom, hogy ezt ebben az évben, 2011. december 31-ig a vizsgálatok lezárultától, vagy annak eredményétől függetlenül be kellene, hogy terjessze a kormány, és ki kéne, hogy dolgozza ezt a javaslatot, és mindenképpen kidolgozni azt a feltétel és kritériumrendszert, ami biztosítja azt, hogy a jövőben bekövetkező vagyontárgy értékesítéseket követően ezeket a vállalásokat számon is lehet kérni, és megvan az a szerv, aki számon kéri, és megvannak ennek a pontos, kidolgozott feltételei. Ami még szemet szúrt, és ami miatt én ezt az egész elmúlt 20 év összes kormányának és országgyűlésének hibájául rovom fel, hogy ezek elmaradtak. A kezemben van egy jelentés, ami azt tartalmazza, hogy gyakorlatilag 1997 óta nem tárgyalta meg az országgyűlés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő RT-nek az éves jelentését, ami megint csak egy óriási hanyagság véleményem szerint, hiszen hogyha készültek ilyen éves jelentések a privatizációs tevékenységről, akkor azt az országgyűlésnek, mint legfőbb népképviseleti szervnek kötelessége lett volna napirendre venni és megtárgyalni. Nyilván ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ezek a feltételek nem feltétlenül teljesültek, vagy ezeket jelen pillanatban sem tudjuk, hogy mely esetben teljesültek és mely esetben nem teljesültek. Ezekkel a módosító javaslatokkal mi támogatjuk azt, hogy a kormány most elvégezzen egy ilyen vizsgálatot, kíváncsian várjuk ennek eredményét, és még egyszer mondom, mi azt szeretnénk, hogyha ettől függetlenül már a parlament elé kerülhetne egy szigorító javaslat a jövőben bekövetkező esetleges privatizációkkal kapcsolatban, bár ugye volt egy ilyen nyilatkozat, hogy nem tervezi a kormány vagyontárgyaknak vagy privatizáció szerződéseknek a megkötését, vagyontárgyak értékesítését. Mégis, igen, lassan már nincs mit, valóban ez az igazság. Mégis szükség van arra, hogy esetleg még megmaradt létesítményeket, vagyontárgyakat ilyen módon is bebiztosítsuk, és megóvjuk az országot egy újabb katasztrófa bekövetkezésétől. Az pedig a másik oldala a dolgoknak, hogy mindenképpen, hogyha feltár ez a kormányzati vizsgálat visszaéléseket, nem teljesüléseket, ugye sok esetben már büntetőjogi felelősségről elévülés miatt nem lehet beszélni, vagy sok esetben a polgári jogi semmiség se állapítható meg ezeknél a szerződéseknél, tehát igazából nem nagyon van jogi eszköz a kormány kezében, hogy érvényt szerezzen ezeknek a nem teljesüléseknek. Mégis valamiféle szankciója, következménye kell, hogy legyen, hiszen az nem lehet, hogy valaki hozzájutott, még egyszer mondom, filérekért vagyontárgyakhoz, és ami része lett volna a vételárnak, azt a kötelezettséget pedig nem teljesítette, és azóta pedig óriási hasznokat leakasztva nem egyszer ezek a privatizátorok az ország leggazdagabb emberei közé kerültek. Hát most nem akarok neveket mondani, de bizony itt a mellettünk helyet foglaló frakcióban is vannak ilyen emberek, és voltak is a közelmúltban is. Az ő felelősségük kikerülhetetlen, mint ahogy nyilván kikerülhetetlen
mindig az üzemeltető felelőssége egy ilyen kolontári katasztrófa jellegű katasztrófánál, hiszen elképedve hallottam itt Józsa képviselőtársamnak azon a kijelentését, hogy itt egy természeti katasztrófáról lenne szó. Ezt azt hiszem már az első nap, ha valamit biztosan tudtunk, az már az első nap biztos volt, hogy ez nem egy természeti katasztrófa, hiszen nem volt sem földrengés, sem árvíz, sem cunami, sem semmi olyan természeti jelenség, ami ennek a katasztrófának a közvetlen kiváltó oka lehetett volna. Lehet, hogy volt nagy mennyiségű csapadék, de nem a csapadékvíz hömpölygött végig Kolontár és Devecser utcáin, hanem a vörösiszap. Márpedig a vörösiszap és a tömény lúg az egy emberi tevékenység folytán került oda a tározóba, egy ipari tevékenység, és aki, ugye tudjuk a polgári jogból, hogy aki veszélyes tevékenységet folytat, veszélyes üzemjáró tevékenységet folytat, az felelős a bekövetkezett károkért. Tehát ennyire egyszerű lenne szerintem a dolog, nyilván bizonyítékokkal mindent alá kell támasztani. Ez folyik a büntető jogi felelősségre vonást elősegítő nyomozásban, és ez folyik az Országgyűlési Vizsgálóbizottságban is, ahol körülbelül így a vizsgálatok felénél állva azt mondhatom, hogy jó úton haladunk afelé, hogy a katasztrófa bekövetkezésének tényleges fizikai okát és az ehhez vezető körülményeket feltárjuk, és felelősöket nevezzünk meg, amikor a bizottság mandátuma majd lejár. És nagyon szeretnénk azt is elérni, benne is van a bizottság ügyrendjében, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy olyan jogszabályi környezet alakuljon ki, hogy a jövőben ilyen ipari katasztrófák ne következhessenek be. Márpedig, ha ezt akarjuk elérni, akkor szükség van az ilyen javaslatokra is, mint ami itt van a kezemben, amit most benyújtott Nagy Andor, Papcsák Ferenc és Pálfi István képviselőtársunk, és nagyon reméljük, hogy valóban nem csak egy látszat intézkedésről van szó, hanem egy tényleges vizsgálat követi az intézkedéseket, és azok után tényleges intézkedéseket fog tenni, tényleges javaslatokat fogalmaz meg az a grémium, aki ezt a vizsgálatot elvégzi, és a jövőben ilyen katasztrófák bekövetkezésétől nem kell tartanunk, illetve megóvjuk hazánkat olyan környezeti károsodásoktól, ami itt az elmúlt 20 év alatt bekövetkezett a rabló privatizációk folytán. Ugyanis az sem volt ritka, egyébként visszatérve, hogy maguk a privatizátorok, akik kiprivatizálták ezeket a létesítményeket, és ez a mai napig egyébként folyik, ők maguk hoztak létre környezetvédelmi vállalkozásokat, és nagy cégeket üzemeltetnek a mai napig, azért, hogy miután filéreket megvették a cégeket, még utána óriási állami pénzeket is a kármentesítésre leakasztanak, és azt vagy elvégezték, vagy nem végezték el, papíron minden esetre elvégezték, és még ezzel is tovább gazdagodnak, tehát többszörösen meglopják úgymond az államot. És ezért a mai napig senki sem lett felelősségre vonva, mert ez a környezetvédelmi kármentesítés egy eléggé megfoghatatlan terület, és talán azt mondhatom, hogy az ellenőrzése nagyon nehéz, és itt a legkönnyebb úgymond pénzeket kisípolni, vagy állami támogatásokat, vagy Európai Uniós pénzeket akár lenyúlni. Ugyanis egy rendkívül komplett és összetett folyamat egy szennyezett területnek a kármentesítése, és ezek a cégek nem egyszer, sajnos vannak ilyen vállalkozások, akik kifejezetten erre utaznak, hogy ezeket a támogatásokat felveszik, állami támogatásokat és Európai Uniós pénzeket, majd nyilván ez már egy egész hálózat, egy akár bűnszervezetnek is nevezhetném, kiállítják a szükséges papírokat a teljesítésekről, a munka elvégzéséről, holott valójában semmi nem történt, és a környezeti kár itt maradt a nyakunkon, az állami vagyon pedig szépen lassan elveszett. Ezért támogatja a Jobbik ezt a javaslatot. Mondom, egy felületi kezelésnek, egy szépségtapasznak tartjuk, de egy kezdetnek, mindenképpen egy pozitív szándékú kezdetnek, és egy pozitív jelnek tapasztaljuk, hogy talán valami történni fog már végre az elszámoltatás területén is, amire eddig hiába vártunk, és minden jó indulatunkkal együtt meg fogjuk szavazni ezt a javaslatot, és reméljük, hogy tényleg így is lesz, és konkrét tettek fogják követni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő, tisztelt országgyűlés, és felszólása következik Szilágyi László képviselő, az LMP képviselő csoportjából. Önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt előterjesztők, tisztelt államtitkár úr, egyszerre nevetünk és sírunk, amikor a kormánypárt a privatizáció környezet és természetvédelem szempontú revízióját kezdeményezni.
Egyrészt nagyon örülünk, mert az LMP-hez nagyon is közel áll ez a szándék. Tisztában vagyunk vele, hogy a magánosítás során a környezettel szemben követték el talán a legnagyobb bűnöket és visszaéléseket. A legjellemzőbb modell ugye az volt, hogy a prosperáló vállalatrészeket eladták, a környezeti károkat és a szennyezést pedig társadalmasították, itt hagyták az állam nyakában. Egy kicsit azért tartunk attól, hogy a felülvizsgálat az őszinte igazságkeresés mellett egy kicsit boszorkány üldözés és politikai leszámolási célokat is szolgál majd. Van okunk ezt feltételezni, reméljük, hogy nem így lesz. Lesznek feltehetően érinthetetlen időszakok, például a privatizáció 98 és 2002 közötti történései, és lesznek érinthetetlen cégek, bár ne lenne igazam, amelyek során nem fog sor kerülni környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítésének beható ellenőrzésére. Nagyon örülnénk például, hogyha ilyen ellenőrzést a kormány megtenne a MOL, az Ikarusz és a Videóton magánosításával kapcsolatban is. Aggodalmaink egy másik része szakmai jellegű, szakmai természetű. Az elmúlt évtizedben látványosan leépült a hatósági rendszer, amely egy ilyen átfogó vizsgálat intézményi infrastruktúráját biztosíthatná, és hát bizony ez a leépítés a második kormány, Orbán kormány működésének első évében nagyon drámaian felgyorsult. A szakmai körökben ismert például, hogy a kolontai vörösiszap baleset okozásáért legalább részben felelősnek tartott vállalat lerakójánál az elmúlt években egyetlen olyan hatósági mérést vagy mintavételt sem végeztek, amelyből a lerakott anyag összetétele, kémhatása kiderülhetett volna. Tehát nem volt ilyen hatósági ellenőrzés. És nem azért, mert Kolontáron valamilyen rendkívüli anyagság történt, hanem azért, mert a hatósági kapacitás egyszerűen nem elegendő az érdemi vizsgálatra. Úgy zajlik ma egy hatósági vizsgálat, legyen az engedélyezés vagy ellenőrzés, hogy a hatóságok jó esetben átolvassák az ellenőrzés alanyainak önbevallással készült dokumentumait. A privatizáció során tett környezet és természetvédelmi vállalások terén ennél sokkal rosszabb a helyzet. Itt is érdemes a kolontári példát előhozni. A másfél évtizeddel ezelőtt privatizált milliárdos értékű ajkai alumíniumipari cég vételárát az eladó áram arra való hivatkozással csökkentette a reális értékhez képest két nagyságrenddel, hogy a vevő vállalta a környezeti kárelhárítást és a rehabilitációt. Tehát a legfontosabb rész a privatizációban megvalósult. Ma már tudjuk, hogy ez a kárelhárítás és rehabilitáció legfeljebb csak részlegesen történt meg. A privatizációs szerződés szerint a területileg illetékes zöld hatóságnak évente jelentést kellett volna kapnia a kötelezettségek teljesítéséről. Ehhez képest, ahogy Zay Andrea, a felügyelőség vezetője a Kolontári Vizsgálóbizottság előtt a minap elmondta, a hatóság 2010-ig egyáltalán nem ismerte a privatizációs szerződés tartalmát. Csupán az október 4-i katasztrófa után kapta meg a vonatkozó dokumentumokat a kormányzati ellenőrzési hivataltól, a nyilvánosság pedig csak azért értesülhetett róla, mert az LMP nyomására nyilvánosságra hozták ezeket a papírokat. A privatizációs folyamatnak a környezet és természetvédelmi kötelezettségek jelentik az egyik leghomályosabb, legsötétebb fejezetét. Általános gyakorlat szerint, és ezt láttuk a MOL-nál, Ajkai Alumínium ZRT-nél, a budapesti vegyi műveknél mindenütt, hogy a korábban felhalmozott környezeti károk egyrészt árcsökkentő tényezőként szerepeltek az eladás során, másrészt viszont a gyakorlatban mégis mindig az állam nyakán maradtak. Ebből a szempontból az 1990 óta egymást követő kormányok, beleértve a 98 és 2002 közötti kormányzó kabinetet is, privatizációs gyakorlata semmiben nem különbözött egymástól. A költségvetés a 90-es évek eleje óta közel 100 milliárd forintot fizetett ki olyan vállalatok környezeti kártételeinek elhárítására, amelyek ma már vagy nem léteznek, vagy pedig magánkézben üzemelnek. Hogy mindez mennyire érdekelte az érintett kormányokat, arra nézve jellemző adalék, hogy a privatizációs szervezetnek csupán egyetlen rövidke időszakban, 1995-től volt környezetvédelmi igazgatósága, és ez a szervezeti egység még a kormányváltás előtt sem érte el
nem érte meg a kormányváltás sem, 1997-ben megszüntették. Tehát 95-től 97-ig volt a privatizációs szervezetnek környezetvédelmi igazgatósága. A kormányon belül pedig utoljára Mádl Ferenc, az Antal kormány privatizációért is felelős tárca nélkül minisztere képviselte azt a szemléletet, hogy az állami vagyon eladása során a környezeti károk felszámolását kell az egyik prioritásnak tekinteni. Ha néhány esetet közelebbről is megvizsgálunk, jó példát nagyon keveset, elrettentő történetet viszont rengeteget találunk. Főgáz, metallokémia, BVM, fűzfői nitrokémia, alkaloida. Ezeket a cégeket mind úgy sikerült magánkézbe adni, hogy bár a privatizációs szerződéseknek volt környezetvédelmi kötelezettséget tartalmazó szakaszuk, a kárelhárítás végül részben vagy egészben az államra maradt. A garéi, nagytétényi, újpesti, óbudai kármentesítés közös jellemzője a milliárdos, tízmilliárdos nagyságrendű költség, az évekig, évtizedikig elhúzódó munkavégzés, és az a tapasztalat, hogy a végleges megoldás nem született meg, a kárenyhítés során pedig új környezeti kockázatok keletkeztek, vagy váltak nyilvánvalóan. Teljességgel ismeretlen a közvélemény előtt a több mint 400 milliárdos bevételt hozó energiaipari privatizáció környezetvédelmi kötelezettség vállalásainak tartalma és sorsa is. Csupán arról tudunk, hogy a szerződések ott is tartalmaznak ilyen kötelmeket. Amit a fentiekben elmondtam, az természetesen nem kérdőjelezi meg senki, sőt nagyon alátámasztja, hogy a határozati javaslat indokolt és támogatandó. Az LMP-nek kizárólag a felülvizsgálat szakmai és erőforrás oldali megalapozottsága kapcsolatban vannak fenntartásai. Ezeket az aggályokat nagymértékben csökkenteni, ha a határozatból az is kiderülne, hogy a kormánynak mely szerve biztosítja majd a vizsgálat környezet- és természetvédelmi szakmai hátterét, amire véleményünk szerint a környezet- és természetvédelmi hatóságok a jelenlegi létszám és költségvetési feltételek mellett nem alkalmasak. Illetve ha azt látnánk, hogy a országgyűlés humán és anyagi erőforrásokat is rendel a feladathoz. Ellenkező esetben ugyanis könnyen úgy járhatunk, mint Varga Mihály az emlékezetesen kudarcos csontvást kereséssel, pedig itt ellentétben a kormányváltás utáni önigazolási kísérlettel valóban léteznek csontvázak, csak elő kéne venni őket a szekrényből. Ha a kormányoldalnak lesz hozzá bátorsága, az LMP, amely már a kolontári baleset nyomán megfogalmazott 6 pontos kérdéscsomagjában utalt a privatizációs szerződések zöld szempontú revíziójának szükségességére, partner lesz a keresésben. És hát itt szeretném emlékeztetni a tisztelt házat arra, hogy október óta, a katasztrófa óta nem van a parlament rendszerében egy határozati javaslatunk, amit Jávor Benedek képviselőtársammal adtunk be. Az a címe, hogy a veszélyes és ipari hulladék depóniák felülvizsgálatáról és az országos környezeti kármentesítési program kiterjesztéséről, valamint a kármegelőzésről. Ez a címe ennek a határozati javaslatnak. Egyszer a tárca, illetve a bizottság kérésére ezt visszavontuk, majd márciusban némi változtatással újra beterjesztettük, és lényegi vita mellőzésével a bizottság nem találta alkalmasnak arra, hogy tárcsorozatba vegyük. Tehát az LMP számára ez borzasztóan fontos, hogy nem csupán a privatizációs szerződések felülvizsgálatáról kellene beszélni, hanem a még velünk lévő örökségről és az ezzel kapcsolatos környezeti problémákról is, és ezeknek a megoldásáról. Azt mondta államtitkár úr az imént az expozíjában, hogy kell majd egy KKH-t, egy központi környezetvédelmi alapot létrehozni, hogy a család módon, stb. Itt hagyott anyagot valamilyen módon közpénzből felszámoljuk. Hát jelentem, KKH volt régen, ugye ez a termékdíj bevételek ideg folytak be a legelső verzió szerint, viszont ez a bizonyos OKKP most is van, és a költségvetési vitában mi minden követ megmozgattunk nyilván a magunk eszközeivel, hogy ezt az OKKP-t feltöltsük forrásokkal, és valóban az államnak minden évben kellene költeni nagyon komoly forrásokat arra, hogy a szocialista nagyipar által itt hagyott rettenetes depóniákat és mindenféle potenciális veszélyforrásokat megszüntessük. Én arra kérem önöket, hogy amellett, hogy támogatják ezt a javaslatot, mi is ezt fogjuk tenni, emellett támogassák azt a határozati javaslatot is, ami a mai napig benn van a parlament rendszerébe, és
ez nem csak egy múltbanézés, hanem egy előrenézés és egy konstruktív megoldása is a problémának. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, normál időkeretben kért szót Kupcsok Lajos képviselő úr, Fidesz képviselő csoportjából. Megadom a szót, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak kormány általi felülvizsgálatáról szóló javaslat komplex célokat tűz maga elé. Védeni kívánja környezetünket, az ökológiai egyensúlyt, lakóhelyeinket, gazdálkodási területeinket. Meg akarja tartani munkahelyeinket, biztonságos és fenntartható ipari termelést akar. Fontosnak és szükségesnek tartja a környezet és természet károsítás költségeinek megtérítését. Tanulságosnak tartja a tavaly októberi kolontári ipari és természetkatasztrófa következményeit. A törvényjavaslat felkéri a kormányt, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény 1989. január 1-i hatályba lépésétől múlt év május 29-éig a magyar állam által az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek értékesítésére megkötött a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nél fellelhető szerződéseknek a másik szerződőfél általi teljesítését idei év november 30-áig az ÁSZ bevonásával vizsgálja meg. A vizsgálat főként a szerződések környezetvédelmi, környezetbiztonsági, természetvédelmi és kulturális örökségvédelmi pontjaira összpontosítson. Az országgyűlés ugyanakkor fölkéri a kormányt, hogy az ÁSZ bevonásával vizsgálja meg, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek értékesítésére az elmúlt 20 évben kötött szerződések másik szerződőfél általi teljesítését célszerű-e alaposabban górcső alá venni, ugyancsak környezetvédelmi, környezetbiztonsági, természetvédelmi pontjai tekintetében, és ha igen, milyen körben és milyen szempontok alapján. A vizsgálatot ugyancsak 2011. november 30-áig kell lefolytatni, a vizsgálatok eredményéről pedig ez év december 15-éig kell a kormánynak az országgyűlés részére beszámolnia. A privatizált állami és önkormányzati vagyonnak az új tulajdonosok általi megszerzésekor számos esetben szerződésben rögzített kötelezettség volt a környezet és természetvédelmi kötelezettségek teljesítése, értelemszerűen a környezeti és természeti károk megelőzése, a környezeti és természeti károk elkerülése. A kolontári vörösiszap áradás emberéleteket követelt, családokat tett tönkre. Családok keserves munkával felépített házait rombolta le, az emberek mellett földnek, fűnek, fának, víznek, az életterünknek súlyosan ártott. A tragédia bekövetkezése után keserűen mondták az emberek, hogy egyedül a gát, az átszakadt gát nem volt beavatva a meg is betartandó környezet és természetvédelmi előírásokról. Az állam és az önkormányzati vagyon számos esetben azért kelt el ár alatt, illetve nevetséges áron, mert a szerződésben az alacsony vételárat a környezet és természetvédő vállalások, környezetkímélő beruházások egészítették ki. Tudnunk kell, hogy ezekből a vállalásokból mi valósult meg. Tudnunk kell, hogy az életünket, környezetünket, természeti értékeinket védő, garantáló vállalások megvalósultak-e egyáltalán. Ha megvalósultak, arra teljes körűen, kifogástalanul, azaz szerződésszerűen került a sor a megvalósításra. A szerződésszerű teljesítés paraméterei általános ismérvei adottak. A kötelezetnek a szerződés szerinti helyen, időben, mennyiségben és minőségben kell vagy kellett volna teljesítenie. Több esetben a nevetségesen alacsony áron elkelt állami és önkormányzati vagyonból származó bevétel szinte észrevétlenül porlat szét az állam és az önkormányzatok költségvetéseiben. Nyugodtan kimondhatjuk, ezek a privatizációs eljárások nem lendítettek az ország szekerén. Amikor az emberek dühötten kérdezik, követelik, hol a pénzünk, ezekre az alacsony privatizációs bevételek okán a kasszába soha be nem folyt összegekre is gondolnak. De gondolnunk kell arra is, hogy nem csak az elkótya vetyélt vagyon hiányzó bevételet tud fájni mindennapi életünkben, hanem az esetlegesen be nem tartott szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elmaradása újabb milliárdokat vehet ki a zsebünkből, ha nem teljesítés vagy a rossz teljesítés okán kár ér bennünket. A MAL honlapján a környezetvédelem menüpontban tavaly ősszel csak annyi volt olvasható, idézem, társaságunk messze menően elkötelezte magát a környezetre gyakorolt negatív hatások minimalizálására. Jó lokalizált, korszerűen megépített monitorrendszerrel ellátott, üzembiztos tárolók szolgálnak a vörösiszap tárolására.
Nagy gondot fordítunk a vörösiszapterek rekultivációjára. Az ISO 14001-es szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert 1999-ben vezettük be. Vissza a javaslathoz. A javaslat messze menően elkötelezett abban, hogy lássunk tisztán, mit kaptunk az állami önkormányzati vagyonért, leselkednek-e, és ha igen, milyen veszélyek leselkednek ránk, és hány milliárdnyi kiadással fenyegetnek ezek a veszélyek. Köszönöm a figyelmet. Üdvözlöm ismét a tisztelt házat. Cseréltünk megint Jakab úrral, és megadom a szót Tukacs István képviselő úrnak. Bocsánat, nincsen, látom a helyén, akkor azt majd később, akkor megadom a szót Rozgonyi Ernő képviselő úrnak. Jobbik. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, örökös spétbe vagyunk, ahogy ezt mondani szokták. Ugye szabályoztuk nemrég ugye az állami vagyonnal kapcsolatosan, a kezelésével kapcsolatos ügyeinket, és lassan nincs már állami vagyon. 21 évvel ezelőtt kellett volna szabályozni megfelelő módon. Bekövetkezett ez a sajnálatos tragédia. Most eszünkbe jut, hogy hát azért valamit itt mégiscsak vizsgálni kéne, hogy a szerződésben mi volt meg, hogy betartották-e, nem tartották be. Tulajdonképpen megint spétbe voltunk, elkéstünk. Ezt ugye jóval előbb kellett volna mégiscsak néhány lépést megtenni ebben az ügyben. Hasonló a helyzet a cukoriparral is, hiszen most egyszerre kitört a pánik, nincs cukor, jaj, borzasztó, szörnyű. Még a kvótáról is lemondtunk. Most akkor alakul egy bizottság, amelyik ezt fogja vizsgálni. Na de kérem szépen, hát lehet, hogy meg se alakul, így van, mert miért alakuljon? Hát miért? Magától értetődő, nem? Tehát elképesztő az, ami itt az elmúlt 21 évben történt. Hiába beszél a patkó másik oldala éjjel-nappal a 8 évről, 8 év alatt is szörnyű dolgok történtek, de kérem, 21 év alatt történtek szörnyű dolgok. Gondolják végig, hogy elég az, hogy most környezetvédelmi szempontból megvizsgálom a privatizációs szerződéseket? Hát kérem szépen, én rengetegszer vettem már gépkocsit, mert elég sűrűn cserégetem. Nekem még egyetlen egy kereskedő az adásvételi szerződésben nem írta elő azt, hogy nekem a kreszt be kell tartanom. Lényegtelen, teljesen mindegy, hogy a szerződésben mi van, államtitkár úr, nem kell itt átnyálazni semmit. Teljesen mindegy, hogy mi van a szerződésben, mert a szerződésben, ha benne van az, hogy át kell vállalniuk ezeket a dolgokat, és ezért kapták meg fillérekért ezt a gyárat, ez egy szemfényvesztés, hiszen ha ez nem az lenne, akkor aki ezt előírta, azt le is ellenőrizte volna. Ezt azért írták bele, hogy fillérekért oda lehessen adni. Kész, pont. És az egész privatizáció sajnos ebben az országban így történt. Az egész privatizáció úgy, ahogyan áll. Kérem, nézzék végig, számolják egyszer végig, én megcsináltam. A magyar államnak két fillér haszna nem volt az egész privatizációval úgy, ahogy áll. Beleértve ebbe a bankprivatizációt is. Hát, hogy lehetett ezt megcsinálni? Hát, milyen kormányok voltak ebben az országban, akik ezt eltűrték? Milyen képviselők voltak ebben az országban, akik ezt eltűrték? Felülvizsgálni pedig minden privatizációt felül kéne vizsgálni, és ha egyszer lesz egy nemzeti kormánya ennek az országnak, felül is fogjuk vizsgálni. Mert ezt a rablást, ami itt történt, nem lehet eltűrni. És nem lehet szó nélkül tudomásul venni és elmenni mellette. Ezt a számlát valakiknek ki kell fizetni. A magyar nép már eleget fizetett. Kérem szépen, elképesztő, ha az ember végigmegy az egyes privatizációs folyamatokon, egyáltalán az egész gondolkodásmódon, hogy ez hogy történt, hadd tegyem hozzá azt, hogy páratlanul, mert egyetlen egy volt népi demokráciában nem történt olyan módon ez a mocskos üzlet, amilyen módon Magyarországon ez megtörténhetett. És nincs érte felelős. És még azt mondják, hogy hát a még fellelhető szerződéseket. Mi az, hogy a még fellelhető szerződéseket? Hát milyen gazda az, aki eladja a vagyonát, és nem, még szerződése sincs róla? Mi az, hogy fellelhető szerződések? Az embernek az esze megáll, ha ebbe végig gondolja ezt az egész dolgot.
Hát persze, hogy nincsenek meg a szerződések, csak egy része, amit nem sikerült még eltüntetni. Meddig akarnak még várni ezzel? Hány kifogást fognak még találni, hogy ezért, meg azért, meg amazért nem lehet felül.